Kórházfejlesztés. A jelenlegi széttagolt szakrendelői struktúra helyett egységes, központosított járóbeteg ellátás és betegirányítás lesz Máté Szalkán. Többet kell fizetni. 20%-kal nőttek az albérlet árak Nyíregyházán és környékén is. A kiadó kétszobás lakások ára 45 és 80 ezer forint között mozog havonta. Zarándoklat Kárpátaljáról. Illés próféta búcsójára közel 350-en érkeztek Máriapócsra, több mint 60 kilométeres gyaloglás után. A jelenlegi széttagolt szakrendelői struktúra helyett egységes, központosított járóbeteg ellátás és betegirányítás lesz Máté Szalkán. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A közel 2 milliárd forintos struktúra váltása a Szatmárberegi Kórházak telephelyein című projekt fejlesztései év végére fejeződnek be. A jelentős, mintegy 2 milliárd forintos beruházás egy működő kórházban valósul meg, az itt dolgozók és az ideérkezők azonban várják a fejlesztéseket, hiszen év végére már egy modern egészségügyi intézményben dolgozhatnak és gyógyulhatnak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház Máté Szalkai telephelyén az egyik legfontosabb infrastruktúrális fejlesztés az lesz, hogy a hoteldiagnosztikai és a belgyógyászati tömböt egy új szakrendelői épületrésszel kötik majd össze. Az új épület alapkövét ma tették le. Maga a teljes projektméret az 2 milliárd forint. Ebből igazából erre a telephelyre 1,8 milliárd jutott. Hogyha ezt meg kell bontani, egy 1 milliárdos összegről beszélünk úgy, hogy építési beruházás. És az építési beruházásnak, hát most igazából összegszerűen, hogyha nézem, akkor ami épületnek most letettük az alapkövét, az a legjelentősebb, de azért is, mert ugye ez egy teljesen új épület, ami egy 1200 négyzetméter alapszintű épület lesz. A struktúraváltás a Szatmárberegi Kórházak telephelyein című projekt első üteme, azaz a Fehérgyarmati Kórház fejlesztése már befejeződött, hangzott el a projekt tájékoztatóján. A Máté Szalkai rendezvényen kiemelték, a következő hónapokban átépítések, felújítások is zajlanak majd a Máté Szalkai Kórházban, és több mint 600 millió forintot fordítanak eszközbeszerzésre. Három nagy csoportot tudok említeni. Az egyik nagy terület az a radiológiai fejlesztés, ami a röntgennek a digitalizálását jelenti. Ez egy korszerű, ma már elvárt, és azt gondolom alapkövetelmény, hogy digitálisan elérhető radiológiai ellátásunk legyen. A másik nagy csomag az a sterilizáló, a központi sterilizálónak, ami a műtétes szakmáknak a kiszolgálását jelenti, napi fontosságú és létfontosságú a működés szempontjából szintén megújul, és teljes eszközcserén megy keresztül. És a harmadik nagyon fontos eszközterület, az pedig a központi műtőnek, a műtétes szakmáknak az eszköztálcái és az eszközfelszerelése. A projekt Máté Szalkai sajtótájékoztatóján a település polgármestere arról szólt, a kórház fejlesztést a tervek szerint tovább folytatják. Azt gondolná az ember, hogyha egy 2 milliárdos projekt megvalósul, akkor ott egy picit leállás történik, felépül egy gyönyörű új kórházi tömb, és akkor ezzel elégedettek vagyunk legalább egy időre. Nem így van. Erőteljes lobby tevékenység folyik annak érdekében, hogy a uniós pénzmaradványokból, abból a meglévő uniós centekből, amit esetleg még az egészségügyre fordítana a kormányzat, minél több még ide kerüljön Máté Szalkára. A Máté Szalkai Kórházban csak tavaly több mint 17 ezer fekvőbeteget és közel 431 ezer járóbeteget láttak el, ezért is szükséges a kórház fejlesztése. 20%-kal nőttek az albérlet árak Nyíregyházán és környékén is. A kiadó kétszobás lakások ára 45 és 80 ezer forint között mozog havonta, de családi házakért akár 200 ezer forintos bérleti díjat is elkérhetnek. A régiókban vannak területi különbségek, de az elmondható, hogy ahol jobbak a munkalehetőségek, ott van nagyobb kereslet az albérlet iránt. Az ingatlanpiacon nem csak az értékesítési árak, hanem a bérleti díjak is emelkedtek. A bérlakáspiac országszerte virágkorát éli, mondják az ingatlan közvetítők, hiszen csak ebben az évben mintegy 20%-kal emelkedett a kiadó ingatlanok havi bérleti díja. Most már Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, főként Nyíregyházán 45-55 ezer forinttól akár 150 ezer forintig kínálják az albérleteket a lakóterület nagyságától és a lakás állapotától függően.
Egyre több a munkavállaló, munkavállalási célra a Nyíregyházára költöző, aki ebből kifolyólag keres a bérletet. Igaz, ezek a bérleti díjak láttán, hallatán rögtön elgondolkoznak, ha minimálisan erővel rendelkeznek, megéri inkább egy kis lakást vásárolni és hitelt törlesztő részletet fizetni, mint egy sokkal magasabb bérleti díjat fizetni, ami nem saját. És igazából azt mondom, hogy a fiatal pároknál is megnőtt a külön költözési kedv, valószínű ez a anyagi lehetőségeknek is betudható, szülői támogatás vagy munkalehetőségek, melyek a külön költözést biztosítják. Ezek miatt elmondható, hogy szűkebb a kínálat, mint a kereslet. Az pedig érthető, hogy az olcsóbbat keresik, hiszen egy átlag háztartás jövedelmének a harmadát lakhatásra költi. Júliustól már igényelhető a családok otthonteremtési támogatása, amely sok család számára könnyebbé teszi a lakáshitel felvételét. Ha kiszámoljuk azokat a lehetőségeket, hogy egy háromszobás lakást 7-8 millió forint körül meg tud vásárolni, az a 800 és 1 millió 2 közötti támogatás, amit igénybe tud venni, az az ingatlanpiacot egy kicsit meg fogja mozgatni, mert lehet eddig azért nem tudott vásárolni, mert nem volt annyi önereje a vásárláshoz, de ugye több pénzintézet már tudjuk a hírekből bevállalja, és elfogadja önerőként a csokkot, mint az új szocport támogatási lehetőséget, így kevesebb önerővel lakáshoz juthatnak, és nem kell albérletet fizetni. Az új szocpol várhatóan javítani fogja a vidéki ingatlanok eladhatóságát is, ugyanis vidéken akár 4-5 millió forintért is vásárolható ingatlan, egy kétgyermekes család pedig ehhez akár 1 millió 200 ezer forint támogatást is igényelhet. 15. alkalommal indult el a kárpátaljai görögkatolikus közösségek zarándoklata a Mária Pócsi Nemzeti Kegyhelyre a hétvégén. Illés próféta búcsújára közel 350-en érkeztek több mint 60 kilométeres gyaloglás után. Örömteli várakozásban vagyunk itt a Mária Pócsi Bazilika főterén, hiszen herceken belül megérkeznek azok a kárpátaljai zarándokok, akik közel fél ezren indultak el pénteken otthonról, hogy itt Mária Pócson az Isten szülőnek adjanak hálát, illetve kérjék az ő közbenjárását a nemzetük felemelkedésért. Szombat délután érkeztek a hívők Mária Pócsra, akik még pénteken indultak el a Beregsurányi határátkelőtől a Nemzeti Kegyhely felé. A zarándoklatot Kárpátalja nemzeti felemelkedéséért ajánlották fel a főként magyarokból álló egyházközösség tagjai. 330-an, 40-en, 50-en vagyunk. Volt, aki feladta és holnap jön hozzánk, holnap csatlakozik. Voltak, akik másnap csatlakoztak, azaz ma, és összesen 64-65 kilométer a Beresurányi határátkelőtől indulva. A zarándok menet végén szent liturgia, éjszakai virasztás és éjféli körmenet várta a hívőket, akik többen egyéni kérésekkel is érkeztek az idén 300 évek kegyhelyé vált templomba. Szerintem mindenkinek más cél lebeg a szem előtt. Mindenki valamiért vagy valakiért indult el erre az útra, és hát most elég nehéz erről beszélni. De valaki betegekért, valaki megtérőkért, vagyis hogy térjenek meg. Most érkeztünk meg, és elég magasztos az a pillanat. A Mária Pócsi kegyhely igazgatója Kapin István elmondta, ez volt a 15. alkalom, hogy a kárpátaljai hívők Szűz Mária képe elé zarándokoltak. Két gépkocsi ütközött ma délelőtt a 4-es számú főúton Nyíregyháza és Újfehértó között. Az elsődleges adatok szerint 3-an sérültek meg. A helyszínen és idejére teljes szélességében lezárták az útszakaszt. Az eddig tisztázatlan baleset körülményeit a nyíregyházi rendőrkapitányság vizsgálja. Vasárnap délelőtt egy személygépkocsi borult fel a Narcson. Az autó a polgármesteri hivatalnál jobbra letért az úttestről, jobb első kereke egy betonáteresznek ütközött, a jármű megpördült, majd a vízelvezető árok felett a tetejére borult. A gépkocsi vezetőt a mentők kórházba szállították, a műszaki mentéshez a kisvárdai tűzoltók vonultak. Évek óta várt, kiváló minőségű búzát takarítanak be a szabolcsi gazdák a napokban. Erről is szóltak a szakemberek a második Aranykalász Fesztiválon Apagyon. A részletekről a folytatásban, előtte nézzük a híradó további témáit.
Kilencedik alkalommal rendeztek hal és vad fesztivált a hétvégén Balsán. A látogatók egyebek mellett komphúzó versenyen mérhették össze tudásukat, színpadi produkciókat láthattak és változatos, egészséges ételeket kóstolhattak. A rendezvényre minden évben több százan érkeznek. A Ralda Rally Team Kft. Csapata nyerte a negyedik sóstói strandfoci tornát. A négy női induló közül a Nyírség NSC bizonyult a legjobbnak. Az ország legnagyobb strandfoci rendezvényén csütörtök reggeltől vasárnap estével bezárólag összesen 44 csapat lépett pályára. Évek óta várt, kiváló minőségű búzát takarítanak be a szabolcsi gazdák a napokban. Az Apagyi II. Aranykalász Fesztivál pedig lehetőséget biztosította a termelők számára, hogy személyesen is találkozzanak a falugazdászokkal és az ágazatban dolgozó döntéshozókkal. Tavaly 8000-en látogattak ki a rendezvényre, az idei év különlegessége, hogy a Kárpátalján lévő Dercen egyházközség ingyen konyhájának szerveztek adománygyűjtést. Ebben az évben is számos fellépővel készültek a szervezők, délelőtt a kicsik láthattak előadásokat, délután és este pedig DJ-kkel és koncerttel zárult a nap. Ezután a nagy hajsza után, amit a vidéki emberek végigvittek a tavaszi munkákkal, és most már lassan a betakarítással, a gabonaféléknek a betakarítása, ez az alkalom az, ahol találkozhatnak a gazdálkodók, a vidéki emberek, a falugazdászhálózattal, aki segíti nekik a munkájukat, illetve a kormány tagjaival, és akkor itt egy kötetlen beszélgetés formájában mindenki ki maga gondjára talán itt találhat a legközelebbi megoldást, úgyhogy szembesül azokkal, akik a segítséget nyújtják, és akiktől várják a segítséget. A búza betakarításának közel 3/4 éve már készen vannak a gazdák, az átlagos mennyiség 45 mázsa körül van, ami több éves csúcsot jelent. A szakértők szerint a termés átlag elérheti a 47-48 mázsát, és a jó minőség miatt emelkedtek is a búza árak. Az agráriumot nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy egy nagyon komoly bővülés ment végbe, nőtt a foglalkoztatás az ágazatban, nőtt az ágazatnak a nyereségessége. Nyilván vannak helyi problémák, amelyek ezt negatív módon árnyékolják, de összességében el lehet mondani, hogy Magyarországon agrárbéke van, és hogy Magyarországon a mezőgazdaság az egy jövedelmező ágazatnak számít. A II. Aranykalász Fesztivál szervezői az Apagyiak mellett várták a környező települések lakosait, valamint csoportokat, baráti társaságokat és önkormányzatokat is. A kilátogatók számára a programok mellett főzési lehetőséget is biztosítottak. 9. alkalommal rendeztek hal és vad fesztivált a hétvégén Balsán. A látogatók egyebek mellett komphúzó versenyen mérhették össze tudásukat, színpadi produkciókat láthattak és változatos, egészséges ételeket kóstolhattak. A rendezvényre minden évben több százan érkeznek. Halászlép, kurhely és szabolcsi, sült hal és vadpörkölt. Az ingyencek számos finomságot kóstolhattak a standokon, miközben a színpadon egész nap kulturális és szórakoztató programok várták a látogatókat. Azt gondolom, minden falunak szükséges, hogy legyen egy olyan falunapja, egy olyan rendezvénye, amelyre a falubeliek is eljöhetnek, és a családtagjaik is. Hiszen nagyon sokan elszármaztak már Balsáról, mert Balsa azért több ezer lakosú volt régen, és most itt vannak a téren, a réten, és együtt vannak kicsik, nagyok, nagyapák, nagymamák. A Szabolcsi Halászati Kft. Minden évben fő támogatója a balsai rendezvénynek, céljuk a hazai hal népszerűsítése. Szeretik az emberek, a balsai emberek is, meg akik eljönnek ide, mindannyian szeretik, hiszen ugye elég sokat főzünk, mert 4-500 liter halászlét főzünk, és ugye egy litert azt nem is igen szokott egy ember megenni, tehát akkor elképzelhető, hogy 800 adag is elmegy belőle, és minden évben elmegy, tehát feltetően szeretik. A rendezvény programjain aktívan is részt vett a térség országgyűlési képviselője. Vinnai Győző a komphúzó verseny egyik balsai csapatát erősítette. A politikus szerint a hal és vad fesztivál amellett, hogy igazi gasztronómiai élményt nyújt a látogatóknak, a turisztika és közösségépítés szempontjából is nagy jelentőséggel bír a térségben. Valódi közösségépítés folyik a településen, hiszen ekkor nagyon sokan találkoznak, akik hétköznapokon nem találkoznak, vagy innen elszármazottak is eljönnek, vagy akiknek itt van nyaralójuk, kis házuk, azok is eljönnek. Több ilyen embert ismerek, aki Nyíregyházáról vagy akár távolabbról is eljön. Tehát valójában egy közösségépítő rendezvény ez a mai, és most halljuk azt is, hogy a nyugdíjasok műsora, óvodások nyugdíjasok műsora, hogy megmutathatja magát minden generáció. Oltak, akiket a nagy hőség attól sem riasztott vissza, hogy kerékpárral érkezzenek a balsai rendezvényre.
Nyíregyháza polgármesteri hivatal szakszervezete először kerékpárral érkezett Balsára, és úgy gondoltuk, hogy fontos, hogy Nyíregyháza a megyét meglássa, körbejárja, illetve értékelje. És úgy gondoljuk, hogy ez egy csodás kirándulás volt, másrészt pedig az egészség megőrzés jegyében érkeztünk ide, Balsára. A rendezvény ideje alatt az íjászattal is megismerkedhettek az érdeklődők, sőt a vállalkozó szelleműek helikopterre is szállhattak, hogy a levegőből csodálják meg a fesztiválnak helyet adó Natura 2000-es területet. Idén is elindul a Turist Police Nyíregyházán. A nyári időszakban több diák segíti a rendőrség munkáját a nyári balesetek és bűnesetek megelőzése érdekében. A tanulók szórólapokat osztanak a város népszerű turisztikai helyein, és tanácsokat adnak hazai és külföldi kirándulóknak egyaránt. Ebben az évben is diákok segítik a rendőrség munkáját a nyári veszélyek megelőzésében. Ma 5 erdélyi fiatal érkezett, akik magyarul, románul, angolul és németül is beszélnek, így akár a külföldi turistáknak is segítséget tudnak nyújtani. Évek óta tartó kezdeményezés Nyíregyházán az úgynevezett Turist Police program. Középiskolásoknak van a meghatározott úgynevezett közösségi szolgálatban teljesítendő feladat óraszám. Ezt nagyon szívesen és nagyon örömmel látják el a kapitányság nyújtott a keretek között. Ez évek óta visszanyúlva csak azt jelenti, hogy szórólapokat osztanak, járőröznek úgymond a kollégáinkkal, besegítenek, ahol kell, külföldieknek az eligazításában, segítségnyújtásában. A diákok kiválasztása a Cserediák program keretén belül történik. Magyar tanulók segítenek jelenleg Romániában, míg az onnan érkezők látják el a feladatokat itt Nyíregyházán. Szászrégen melletti faluból, de én Szászrégen járok iskolába, a Lucián Blágába, a turizmus szakon. És úgy kerültem bele a programba, hogy eredetileg egy srác jött volna, de eltörte a karját, és úgyhogy a tanárnő mondta, hogy jöjjek én, mert jó lesz. A diákok egységes pólót kaptak, így könnyebben észrevehetik őket, és kérhet tőlük bárki segítséget. Elmondjuk nekik, hogy hogyan kell viselkedni, hogyha meglátjuk, hogy olyan helyre mennek, ahova nem kell menjenek, vagy hogy a tóban fürödnek, akkor figyelmeztetjük, és megkérjük, hogy hagyják abba. Hogyha ez nem működik, akkor hívjuk a rendőrséget, ők majd elintézik. Akkor szórólapokat osztogattunk, figyelünk a vagyonukra, és hogyha valaki valamit elveszít, akkor visszaadjuk neki. A szolgálatot főleg a kedvelt turista helyeken látják el, például Sóstó környékén, a fürdőknél, az állatparkban és a múzeumfalu területein. A Ralda Rally Team Kft. Csapata nyerte a 4. sóstói strandfoci tornát. A 4 női induló közül a Nyírség NSC bizonyult a legjobbnak. Az ország legnagyobb strandfoci rendezvényén csütörtök reggeltől vasárnap estével bezárólag összesen 44 csapat lépett pályára. 3 évvel ezelőtt 19 csapat nevezett az első sóstói strandfoci fesztiválra, amely azóta az ország legnagyobb ilyen jellegű rendezvényévé nőtte ki magát. A szervezőknek idén már limitálniuk kellett a résztvevő csapatok számát, így csütörtöktől vasárnapig 44 csapat közel 90 mérkőzést játszott a homokborítású pályán. Nagyon örülök, nagyon szuper mérkőzéseket láthattak. Megint közel 5000 néző volt, aki itt állt a pálya szélén mind a 4 napon, és szerencsére semmilyen probléma nem volt, tehát nagyon szépen zajlott le a torna, sérülés sem akadályozta a játékot, és most abból is látszik, hogy egyre jobban nőnek fel a csapatok itt a feladathoz, hogy nagy gólarányú győzelmek szinte nem is alakultak ki, 1-2 gólos győzelmek voltak, egyre jobban szeretik meg a környékünkön a strandlabdarúgást, és egyre többen jönnek most már távolabbról is, tehát ez bizonyítja az is, hogy ugye 6 megyéből és 18 településről érkeztek hozzánk a csapatok, kitűnő volt az idő mind a 4 napon, és igazi színes programot biztosítottak a hölgyek, hiszen az első alkalommal megrendelésre került Onyx Casino női strandlabdarúgó tornán is fantasztikus játékot láthattak, férfiakat meghazudtoló produkció a lányok, amit a Nyírség NSC csapata nyert. A nagypályán az Apacs színeiben szereplő Jakab Rihárd egy kispályás csapatban is játszik salakon, de elmondása szerint a strandfoci a futball egyik változatához sem hasonlítható. Ez sokkal másabb játék. Itt ezen a homokon nagyon nehéz elindulni. Egy olyan stílusú játékosnak, mint én vagyok, meg főleg nem vagyok már az a mozgékony, de pont ez az előnyöm, hogy kicsi, alacsony vagyok, tehát gyorsan változtatom a mozgásomat, úgyhogy itt ezen a homokon nagyon nehéz elrugaszkodni, ellépni az ellenféltől.
annyiból könnyebb talán, hogy itt egy kisebb lövés is akár úgy pattanhat, hogy bemegy. A tornát végül a Ralda Rally Team Kft. Nyerte a Piccolo söröző csapata előtt, harmadikként pedig az Autonet FC zárt. A gólkirályi címet Szabó Mihály a Piccolo söröző játékosa szerezte meg, a legjobb kapusnak Bíró Zoltánt, az Autonet FC játékosát, a legjobb játékosnak pedig a Ralda Rally Team csapatát erősítő Kovács Eriket választották meg a szakemberek. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. A jelenlegi széttagolt szakrendelői struktúra helyett egységes, központosított járóbeteg ellátás és betegirányítás lesz Mátészalkán. A közel 2 milliárd forintos struktúra váltása a szatmárberegi kórházak telephelyein című projekt fejlesztései év végére fejeződnek be. 20%-kal nőttek az albérlet árak Nyíregyházán és környékén is. A kiadó kétszobás lakások ára 45 és 80 ezer forint között mozog havonta, de családi házakért akár 200 ezer forintos bérleti díjat is elkérhetnek. A régiókban vannak területi különbségek, de az elmondható, hogy ahol jobbak a munkalehetőségek, ott van nagyobb kereslet az albérlet iránt. 15. alkalommal indult el a kárpátaljai görögkatolikus közösségek zarándoklata a Mária Pócsi Nemzeti Kegyhelyre a hétvégén. Illés próféta búcsújára közel 350-en érkeztek, több mint 60 kilométeres gyaloglás után. A Kölcsei Televízió hétfői híradóját látták. Friss hírekkel kedden este jelentkezünk, híreinket addig is megtekinthetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnapra visszatér a kánikula, a következő napokban igen meleg, alacsony nedvesség tartalmú levegő érkezik, így ismét fokozódik a hőség. Késő estig még előfordulhat záporeső, kis eséllyel, majd kiderül az ég. Az élénk északnyugati szél éjjel mérséklődik, reggelre általában 16 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben általában kevés gomoly felhő, sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, többnyire mérsékelt marad a légmozgás, délutánra 32 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Szerdán a napsütés csak kevés felhő zavarhatja, csütörtök délutántól erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, elszórtan számítani lehet záporesőre, zivatarra, akár csak pénteken. A hétvégén már több helyen kialakulnak záporok, zivatarok. A következő napokban igazi kánikulára van kilátás, 35 fok körüli csúcsértékekkel, majd csak a hét legvégén mérséklődik a forróság. Illés napján gyakoriak voltak a viharok, ezért ezen a napon munkatilalom volt. Attól tartottak ugyanis, hogy aki a mezőn dolgozik, abba belecsap a villám, a termést pedig elveri a jég.